A mai világban a létbiztonságot veszélyeztető támadásoknak egy-egy ország nem képes egyedül ellenállni. Ezért a biztonság fenntartásához létrejött egy szövetség, a NATO. A NATO széleskörű biztonságot nyújt minden egyes tagállamban élő embernek. Nekem a biztonság a védelem. Védelem politikai és katonai téren, és biztonság az új kihívásokkal szemben. Ilyen kihívás például a nemzetközi terrorizmus és a kibertámadások, melyek ellen gyors és hatékony fellépés szükséges. A biztonság alapja a versenyképes oktatás. Lehet ez katonai kiképzés, diplomáciai fejlesztés, vagy akár az egészségügy korszerűsítése. A biztonsághoz elengedhetetlen a hatékony fejlesztés. A NATO ablakán keresztül nem maradunk el az országoktól, sem technológia, sem oktatás terén. Számomra a nyugattal való kapcsolat biztonságot nyújt. Mert országunk nem csak részes lehet, hanem egyenjogú tagja is egy nemzetközi összefogásnak. A biztonság nem csak ilyenről szól. Fontos, hogy nagy gondot fordítsunk a megelőzésre, mellyel elkerülhetjük a nemzetközi konfliktusokat. De ahol már a probléma fennáll, ott békemissziókkal keresünk megoldást. Nekem a biztonságot az jelenti, hogy országunkat a világ legerősebb katonai szervezete védi, amely szükség esetén fizikai védelmet biztosít. Nekem a védelem biztonság, nekem a biztonság a NATO, nekem a NATO a biztonságos jövő.